Tomasz Zigi az Audi AG személyügyekért felelős igazgatója tartott előadást a Széchenyi Egyetemen, Győrben, a nagyvállalatokat érintő generációs változások kérdéséről. A legnagyobb kihívás jelenleg az, hogy most egyszerre vannak jelen a már szinte születésük óta onlineként élő Z-generáció és a nyugdíj előtt álló baby boom korosztály képviselői. Az 50-55 éves korosztály számára is gondoskodni kell arról, hogy kivehessék részüket továbbra is az autógyártás folyamataiból. Ebben nagy szerepet tölt be az ergonómia is, de nagyon fontos biztosítani az ismeretek átadását is, mert ez a generáció el fogja hagyni idővel a céget. Az idősebb korosztálynak az informatika területén kell fejlődni, a náluk lévő szakmai tudás viszont a fiatal munkavállalóknak kell átadni. Jelenleg az X generáció van a legnagyobb számban jelen a vállalatoknál, de az Y generáció fogja uralni nem sokára a munkaerőpiacot. Így az ebbe a korosztályba tartozókra kell a legnagyobb figyelmet fordítania minden vállalkozásnak. Also ennek a generációnak elég szépen fejlett öntudata van. Szeretik és igénylik is a munkájuk során a visszajelzést, de nem fogadják el minden további nélkül, hanem véleményezik azt. Ezután saját maguk értékelik és értelmezik a hallottakat. Ebből látszik, hogy a jelenlegi időszakban nagyon öntudatos nemzedékkel kell együtt dolgoznunk. Amellett azonban, hogy az Y generációra kell figyelni, már elő kell készülni, a Z generációra is, akik újabb fejtörést okozhatnak a vállalatvezetőknek. vezetőknek,